Győrelem megsérültem. Az első fél időben a 12. perc környékén volt egy ilyen belépő, ahol kicsit ott maradt a bokám, aztán az a srác ráesett. Hát igazából éreztük, hogy baj van, de az a fél idővel nem volt gond. Igazából az Orbán gerébe kötöttek a fél időben, kaptam fájdalomcsillapítót, hogy aztán csak végig tudtam vele játszani. Igazából hazafele úton már sanszos volt, hogy valami ott kicsit komolyabb dolog történt. Elmentem ultrahangra, ott ezt megnézték, és volt egy részleges szakadás a bokámba. Úgyhogy egyelőre igazából ennyit tudtunk. Azóta minden nap kaptam kezelést az Orbán Geritől, meg a Csejtei Gabitól, úgyhogy ez igazából ezzel teltek a napjaim. Illetve elkezdtem gyógytornázni, az Orbán Betty segítségével ezt megoldjuk elég jól. Úgyhogy ez van, voltam Emerin, ott beigazolódott ugyanez a dolog, hogy akkor van egy részleges szakadásom, meg ugye folyadék van mindenhol az izületben is, illetve az izületen kívül is van folyadék, úgyhogy azon kell dolgozni, hogy ez minél gyorsabban lejöjjön, és eltűnjön onnan, mert akkor onnantól kezdtem kezdeni futni. Úgyhogy igazából ebből állnak a mindennapjaim, csinálgatjuk a dolgunkat, aztán majd lesz valahogy. Mikor térhet vissza? Mit jósolnak? Alaphangon azt mondta a doki, hogy 4-6 hét az ilyen sérülésnek a visszatérése. Őszinte leszek, nekem már volt ilyen, azt mondjuk jobban megúsztam, mint ezt mondta, egy külső bokaszarak szakadásom volt, azt hiszem abban már 2 hét után fociztam. Ez most kicsit macaránsabb, ez most kicsit más, úgyhogy ezért van az, hogy még nem sikerül, de előbb-utóbb sikerül majd. Nyáron fogom ment a bajnokságba, hogy az a csapatok az eddigi szereplését? Őszinte leszek, valamilyen szinten éreztem, hogy ez most nem lesz annyira könnyű, mint amilyen volt az első félszezon. Általában így szokott lenni, a második félszezon mindig nehezebb. A Győrben mi, ahogy játszottunk, ahogy kinéztünk, ahogy amennyire stabilak voltunk, az bizakodásra adott okot, és igazából ott minden a helyén volt. Aztán jött a nyíregyházi meccs, ahol egy kicsit benn maradtunk, kicsit nem úgy sikerült, de igazából nem osz, nem szoroz, egy-egy meccs nem fog eldönteni semmi komoly dolgot. Úgyhogy nagyon sok meccs van még hátra. Igazából készen állunk, rengeteget dolgozunk, úgyhogy megteszünk mindent azért, hogy ez jól sikerüljön, és mindannyian hiszünk is benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani, azt, amit szeretnénk. Úgyhogy ennyi igazából.